Köszöntöm kedves nézőinket! Ön a Kultúrszoba című magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Cselló, zongora duó, lenyűgöző koncertet adott a két fiatal a romantika stílusában. Beethoven és Chopin, Hegedűs Endre hangversenye a Szekszárdi Művészetek Házában. Giovanni Artisti Mesterkurzus, különleges oktatáson vehettek részt a diákok. Merész Konrád díj. Idén Horváth Klára, a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda nyugállományba vonult vezetője vehette át a díjat. Cselló zongora duóval kápráztatta el a két fiatal a közönséget. Szőcs Ármin és Ioni Eduard a Zeneakadémia Bartók Béla konzervatóriumának harmadéves növendékei. Nagy az összhang a két fiatal között, ez meg is mutatkozott a koncert során. Két tehetség a tanév kezdetén kezdte meg közös munkáját, ennek sikerét hallhatták az érdeklődők a Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 13-án. Koncertjükön Schubert Arpeggione szonátája mellett Mendelssohn és Grieg dallamai szólaltak meg. Ami azt illeti, ennek a tanévnek a kezdetén kezdtünk együtt dolgozni. Előtte évben mind a ketten trió formációban kamaráztunk, és hát egymásra találtunk, megkerestük egymást, hogy nem akarunk esetleg egy cselló-zongora duót alkotni, és hát egyből igen mondtunk mind a ketten, mert azért úgy ismertük egymást, jóban voltunk évfolyamtársakként, és így alakult meg a mi kis duónk. Aztán az első próbáktól kezdve rájöttünk, hogy úgy könnyű próbálni, hogyha nem kell beszélni csak arról, hogy hogy vagyunk, de tényleg a legtöbb dolgot azt együtt érezzük a zenében, és könnyű együtt dolgoztunk, úgyhogy így találtuk meg a közös hangot. A romantika korszakát elevenítették meg a művekben leginkább. Bachot azt meg szerintem mindkettő nevében kijelentettem, hogy ez elég meghatározó egy zeneszerző mindkettőnk számára, ezért mi úgy véljük, hogy az kihagyhatatlan Bachot játszani egy koncerten. Úgyhogy, igen. Szóló repertoárban Bach művek egyébként is cellóra és zongorára is remekek, ezért választottuk ezeket szóló műveknek. A jó zenét nem az határozza meg, hogy mennyire komplex, azt gondolom, de ezek nagyon komplex zenék, mind kompozíció szempontjából, mind pedig előadás szempontjából. Előadni sem egyszerű ezeket a műveket, de azt gondolom, hogy megéri, és a végtermék az, ami számít, amit a színpadon át tudunk adni a közönségnek. Én, amit általában szoktam Ármint követni, az neki a szusszanásai, neki a mozdulata, és általában azokat követem, illetve szerintem kijelenthetem azt, hogy mindig, amikor próbálunk, vagy koncertet adunk, akkor mindig egymásra tudunk hangolódni, és akkor ezáltal nincsenek ilyen problémák szerintem. Sok gyakorlást és hónapos munkát igényel egy koncertre való felkészülés. Tényleg hónapokat lehet mondani, amit egy-egy darabba beleraktunk. Ebben a repertoárban, amit ma este előadtunk, volt olyan darab, ami még friss volt, még ropogós. Volt olyan, ami ugye a darab, amivel kezdtünk például, az a legrégebbi darab a repertoárunkban, az volt az első darab, amit együtt tanultunk. Az hát idén októberre vezethető vissza körülbelül. Azt gondolom, hogy ha tényleg a legmagasabb szinten szeretnénk előadni ezeket a darabokat, akkor legalább egy 4-5 hónap kell azért, igen, szerintem, hogy beérjen egy ilyen munka.
De óraszámban nem lehet meghatározni azt tényleg, mert egyszerűen nem lehet. Mindketten külön megnézzük a saját részünket, egyénileg, azokat kidolgozzuk, és akkor mindig szólunk egymásnak, hogy na figyelj, én ennyit néztem meg, akkor nézzünk meg ennyit a következő próbán. És akkor mi általában mindig hétfőnként, meg ugye attól függ, hogy hogyan jön a óraszámba nekünk ki, úgy szoktunk próbálni, és akkor mindig, amennyit tudunk, azt összerakjuk, és akkor próbálunk haladni minél többet. Egyelőre ebben a koncerttel zártuk a mi nyarunkat, úgymond, de mi úgy tudjuk, hogy következő darabunk az Sosztakovicsnak lesz a cellózongora szonátája, és abból is a 34. tételt fogjuk megtanulni, és azt tervezzük októberbe előadni, bemutatni a hallgatóságnak. Hegedűs Endre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész hangversenyét hallgathatták meg az érdeklődők a Szekszárdi Művészetek Házában. Hegedűs Endre, Beethoven és Chopin műveket játszott a közönségnek. Hegedűs Endre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a hazai és a nemzetközi zenei élet ismert és elismert képviselője. Pályája 40 évet ölel át, több mint 3600 hangversenyen lépett fel. Legutóbb a Szekszárdi Művészetek Házában Beethoven és Chopin művekkel készült. A hangverseny mindjárt egy zenei katedrálissal indul. Mondhatnám azt, hogy az emberi civilizáció egyik csúcs teljesítménye. Beethoven leghíresebb szonátája, az F-moll appassionata szonáta lesz a kezdőszám. A maga 25 percével azért is monumentális, mert ilyen hosszú szonáták azok ritkábbak, de különösen a mondani valója, hogy Beethoven, aki hát minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, egy olyan betegséggel küszködött, ami a legérzékenyebben érintette, hogy fokozatosan, de menthetetlenül elvesztette a hallását. Ez be is következett teljesen, hát amikor írta ezt az appassionatát, akkor még volt valamennyi, de bizony csak a saját belső világára, belső hallására támaszkodva tudta később már megírni, és esetleg akár el is vezényelni a műveit, de érdekes adalék, hogy volt olyan, hogy elfelejtette, hogy meddig tart a saját műve. És még akkor is vezényelte, amikor a zenekar már leállt. Tehát ez is mutatja, hogy milyen katasztrófa érte őt, és ez az emberi kapcsolataiban is nagyban korlátozta őt, kerülte az embereket, és ilyen társalkodó füzeteket használt. Tehát rettenetes keserűség volt a sorssal való küzdelem. A lelkében ennek az appassionata szonátának az első tétele a legszebb példája, ahol még fölleljük azt a bizonyos sors motívumot is. Az élet kérlelhetetlensége, és az ember fölveszi a küzdelmet, ő nem adta föl, de hát mindenképpen a legművészibb ábrázolása ennek a
kétségbe esett a harcos lelki állapotnak. Érdekes módon még senki nem esett kétségbe, mikor ezt az elsötételt hallották, vagy hallgatják. Én játszottam ezt már ifjúsági hangversenyen első-második osztályosoknak, és képzelje, 10 perces ez az elsötétel, és állítólag a mai fiatalok azok nem tudnak csak 7 másodpercet koncentrálni. Hát a legszebb bizonyíték, hogy a zene milyen varázserő, hogy ezt olyan csöndben hallgatták, hogy egyszerűen a felnőtt közönséghez méltó hallgatással. A második tétel az egy variációs sorozat, távolból indul, mintha egy férfi kórus lenne, a témát intonálják, majd ahogy közelednek, úgy lesz egyre aprózódóbb, egyre gyorsabb a kíséret, és a felbontása a téma hangjainak, és a végén már a zongora billentyűzetének a tetején járunk, szinte legalábbis a Beethoveni billentyűzetnek a legfelső regiszterébe szól, mintha a mennyországból lépteltünk volna föl. Chopinnek most úgy jött ki a lépés, hogy bizony a nagy és virtuóz művei közül válogatva hoztam el jó néhányat, mert arra is kell vigyáznom, hogyha itt most már szinte évente fölléphetek, hála ugye a Művelődési Központnak és a Művészetek Házának vezetésének meghívást kapok, akkor törekszem arra, hogy ne ismételjem már ugyanazokat a darabokat. Ha elő is fordul, szerencsémre még eddig senki sem méltatlankodott, hogy ezt már tavaly hallottuk. De ez csak azért is van, mert Chopin zenéje az olyan, mint egy gyógyír a lélekre. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész arról is elmondta a véleményét, hogy szerinte hogyan lehetne közelebb hozni a klasszikus zenét a fiatalokhoz. Hát nézze, ez csak úgy, hogy kellenek áldozatos tanárok, akik hajlandóak alkalmanként lemondani egy-egy tanóráról, hogy helyette a fiatalokkal elsétáljanak a legközelebbi koncertteremi például. Én most csak hazabeszélek. Amikor én Budafok díszpolgára lettem, nagyon megtisztelő cím, akkor a díjátadáskor azt mondtam, hogy uraim, ez számomra nagy boldogság, de számomra akkor lesz igazi nagy öröm, hogyha ebből is hangverseny származik. És megkértem, és meg is kaptam a kerület vezetésétől az engedélyt, a koncerttermet, a tanároktól pedig jött annyi érdeklődés, hogy elindulhattak azok az ifjúsági hangversenyek, amik havonta egyszer vannak Budafok Tétényben, most éppen a Cifra közösségi térben. Olyan megható látni, hogy különösen a kisebbek szépen felöltözve van, amikor a matróz bluesba jönnek, mert tudják, szüleik elmondták nekik, hogy ez bizony ünnep, mert a hangverseny a szépség ünnepe. És bizony kibírják azt a 45-55 percet. Persze mindig mesélek a darabok között, a zenéről, a korról, arról a darabról, amit éppen játszani fogok, az érzésekről, a művészetről, arról, hogy mi dolgunk van a világban. Természetesen nem filozófiai okfejtés, de igyekszem olyan gondolatokat mondani, amik megfoganhatnak, kicsirázhatnak, és reméljük, hogy a gyerekek lelkében gazdag termést hoznak. Fusz János zeneiskola tanulói idén is részt vehettek egy rangos képzésen, a Giovanni Artisti Mesterkurzuson. Művészek, egyetemi oktatók érkeztek az intézménybe, hogy színvonalas órákat tarthassanak a diákoknak tehetséggondozás céljából.
Idén 9. alkalommal rendezte meg az iskola a mesterkurzust, ami a tanév kezdete előtt, augusztus utolsó hetében zajlott. Ifjú zenészeknek a tehetséggondozója. A hét folyamán, 5 napon keresztül órabeosztás után minden nap érkeznek a növendékek, és egy héten keresztül pallérozzák a kis elméjüket. 4 művésztanár érkezett Szegedről, dr. Zsigmondné, dr. Papéva, a Szegedi Tudományegyetem művészeti karának a docense dr. Zsigmond Zoltán, szintén a Szegedi Tudományegyetem művészeti karának a tanszékvezető docense, illetve második alkalommal érkezett hozzánk Pólya Kéva klarinét művész, ő is szintén az egyetemi művészeti karról, illetve középiskolából, szakgimnáziumból, illetve amiból érkezett. Valamint első alkalommal érkezett hozzánk Somogyi Julcsia, fuvola művész, ő a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak az első fuvolása, illetve szintén a művészeti karnak és az Amiknak a fuvola tanára. Ő első ízben érkezett hozzánk az előző években, amikor fuvola tanítás is volt ezen a Giovanni Artistin, akkor dr. Szabó Norbert volt nálunk, de ő most nem tudott érkezni, így most helyette Somogyi Júlcsi érkezett. Nagyon örültünk neki is, sok új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak a fuvolista növendékek, illetve ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek új szemszögből, új látásmódot lássanak, halljanak, illetve több olyan növendéknek is ez egy olyan, hát vagy egy csomópontnak mondanám, vagy egy olyan alkalom, ahol itt lehet, hogy eldől, hogy a gyermek zenei pályás lesz-e. És erre ez egy nagyon jó alkalom, megszeretik a művésztanárokat, és több gyerekünk is, több növendékünk, több szekszárdi növendék, bonyháti növendék, tornai növendék az ő kezeik közé kerülnek majd egyetemista korukba. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, illetve nagyon jó alkalom arra, hogy egy kicsit könnyedebben, gördülékenyebben induljon el a tanév. Itt belerázódnak, és egy kicsit erősítik a színpadkészséget, újra nekiállnak gyakorolni, magasabb üzemmódba kapcsolnak a gyerekek ezen a héten. Ez egy nagy dolog, igen, jelen pillanatban is van olyan növendék, akinél most derül ki valószínűleg, hogy zenei pályás lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos rendezvénye az iskolánknak is. A mai napon van a zárókoncert, ezért nem kötelező a növendékeknek, azok a gyerekek, akik szeretnének szerepelni, és készen van a darabjuk, ők állnak színpadra, kameraművek készültek fuvolából, klarinéttal, illetve zongora produkciók fognak elhangozni. Minden évben szívesen és motiváltan érkeznek, mondta Zsigmondné Pap Éva, zongoratanár, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense. 9. alkalommal rendezték meg itt Tolnán ezt a zenei kurzust. 4, illetve 3 hangszer, klarinét, fuvola és hát a zongora részvételével. Nagyon népes mindig és nagyon lelkes a zongorista. Tanári gárda itt a környéken, úgyhogy sok városból jöttek gyerekek és tanárok, akik ezen a kurzuson részt vettek. Általában a célja ennek a kurzusnak az, hogy a jövő évet előkészítsük, már szeptemberben lesz verseny, erre a versenyre segítünk felkészülni a gyerekeknek, illetve megalapozzuk, ha felvételiző van, a darabokat, amivel aztán az év folyamán dolgoznak együtt a tanáraikkal a gyerekek, és készülnek évvégén a felvételi vizsgáikra. Nagy élménnyel és nagy várakozással jövünk mindig erre a kurzusra, és tényleg a gyerekek olyan lelkesek, és főleg a kollégák, akik lelküket teszik oda a gyerekekért, és itt vannak ebben a nagy melegben is, és segítik a gyerekeknek a munkáját, meg hát a miénket, úgyhogy mi mindig feltöltődve megyünk el erről a kurzusról, és lendületek
kezdjük el szeptember 1-én a következő tanévünket. A koncert, ami most következni fog, ez egy záró koncert. A gyerekek játszanak, akik a héten tanult programjaikat mutatják be. Elég szép terjedelmes műsor lesz, a zongoristák közül 11-en fognak játszani. Babos Enikő a zeneiskola növendéke 8 éve fuvolázik. Második alkalommal vett részt a kurzuson. Héten szerzett élményeit mesélte el. Mindenkivel meg volt beszélve, hogy hánykor kell bejárni, de mi, ami műsort elő fogunk adni, az például egy kamarával készültünk, kettővel. És igazából nagyon jó a társaság is. Az oktatók 4-en voltak, azt hiszem, 2 zongora, 1 klarinét és 1 fuvolatanár. Ez szerintem nagyon jó volt, és hamar össze tudtunk szokni az új tanárral, és jó volt vele együtt dolgozni. Horváth Klára a Bonyhádi Varázskapu bölcsöde és óvoda nyugállományába vonult vezetője vehette át idén a Merész Konrád díjat az augusztus 20-ai városi ünnepségen. A róla készült kisfilmet tekinthetik meg a következő percekben. Nem akartam óvónő lenni. Nem ez volt a célom, német földrajz szakos tanárnak készültem, csak akkor az egyetemen nem indult 2 évig német földrajz szak, és hát irányt váltottam. Kecskeméten végeztem 1978-ban, utána 2 évig még Bajára jártam, majd később Szekszárdon szereztük meg a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséget, és aztán Budapesten a közoktatás vezetőit. Én egy kétnyelvű családba születtem. A nagyszüleim egymással, ha ketten voltak, vagy hát ha én is ott voltam, nem nagyon beszéltek magyarul, tehát ők így élték az életüket, hogy egymással hát németül kommunikáltak, vagy svábul, ahogy mondani szokás, bár frankok vagyunk, és nem svábok ilyen értelemben. Úgyhogy ez nagyon meghatározta az én életemet. A mai napig is szívesen vagyok olyan idős emberek társaságában, akik egy kicsit emlékeztetnek arra, hogy a nagyszüleim hogy beszéltek, félig magyarul, félig németül, tehát azért az egy kevert beszéd volt. Itt kezdtem Bonyhádon, abban az óvodában kezdtem dolgozni, ahova magam is jártam, és akkor egy pici szekszárdi kitérő mellett ugye 46 évet dolgoztam, német nemzetiségi óvónőként dolgoztam több évtizeden keresztül, és ezek a gyerekek közt töltött idő, ezek nagyon-nagyon termékeny, szép évek voltak az én emlékeimben. Egy nagyon jó összetartó csapattal és egy igazán összetartó szülői közösséggel dolgozhattunk együtt, amit én most a mostani időket figyelve nagyon fontosnak tartok, tehát egy emberként álltak mögöttünk a szülők, és nagyon-nagyon komoly értelmet nyert az együttnevelés. Adventi éneklést szerveztünk, mézes kalácsot sütöttünk, farsangokon színpadi műsorokat szerveztünk úgy, hogy a szülők is beálltak szerepelni, szülői bálokat tartottunk. Emlékszem jó szívvel a mártonnapi felvonulásokra, az óvi olimpiákra minden negyedik évben, az olimpia évével egy időben ugye olimpiát rendeztünk. Az érdekes és izgalmas kirándulásokra, elvittük a gyerekeket az Őcsényi reptérre, a Ferihegyi reptérre, nagyon sokat jártunk Baján, vonatoztunk, mindent ami valóban élmény volt a gyerekeknek, és az évet tradicionálisan úgy zártuk, hogy az évzáró a jó kis
műsor és a szórakozás, tehát a Vidám Parkot követően az iskolába menőkkel benne aludtunk az óvodában. Ez a termékeny időszak, ez egészen addig tartott, ameddig 2013-ban megkaptam a vezetői, az intézmény vezetői megbízást Bonyhádváros önkormányzati képviselőtestületétől, és akkor már megint csak itt volt egy csapat. Én szerettem a kollégáimat, szerettem a munkámat is nagyon, és szerettem a kollégáimat, és ez most azért van múlt időben, ugye, mert egy néhány hete nem dolgozom. Nagyon váratlanul ért ez a kitüntetés. Én semmire nem számítottam, és mikor polgármester asszony felhívott, akkor hát majdnem, hogy tiltakoztam először, hogy hát de nem, hát de miért? És ugye, mert ugye ilyenkor mindig keresi magában az ember, hogy most miért pont én, vajon miért pont én, hiszen olyan sokan vagyunk a pályán, akik hát becsülettel végig dolgozzák az életpályát. Amikor az ember elkezd dolgozni, akkor nem gondol arra, hogy én most itt vezető leszek. Arra se gondol, hogy na most már ideje, hogy kitüntessenek engem. Tehát semmi ilyet nem vár az ember, és most eljött ez a pillanat, és én most nagyon boldog vagyok. Tehát mégiscsak büszkeséggel és elégedettséggel tölt el, és tudom, hogy ez csapatmunka volt. Ezért így is köszönöm még egyszer mindenkinek és minden kollégámnak, aki ebben a közös munkában, ebben a közös feladatban részt vett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolna Táj Televízió Kultúrszoba című műsorát látták. Viszontlátásra!